műcsarnoknak a keltesi gyakorlata az, hogy általában nem rendez egy művésznek egy egész műcsarnokos kiállítást, hanem ilyen kiállítás bokrokat hoz létre, tehát jelen esetben is négy különböző kortárs magyar művésznek a kiállítását látjuk. Név szerint Lajta Gábor, Szotyori László, Kondor Attila és Konkó Gyula. Közös címe a kiállításnak az, hogy tiszta szívvel festeni, amit azt jelenti valójában, hogy lélekből, őszintességből, az alkotás öröméből való festés. Kondor Attila a fiatal nemzedékhez tartozik, Szotyori Lajta az inkább közép nemzedék, és Konkó Gyula pedig hát mondhatjuk úgy, hogy a nagy öregje már a mai magyar festészetnek, kortárs festészetnek. A műcsarnok falai között vagyunk tehát, ott is a Konkó Gyula válogatáson, mely három teremben a mester utolsó 10 évének terméséből szemezget. Az impulzív, felfokozott színvilágú látszólag könnyed képeket nézve, mintha utaznánk, mintha a vízpart, a strand illata is megcsapná orrunkat, valami rég volt pillanattal megajándékozva minket, mindannyiunkat másként. Konkó Gyula az a nemzedékhez tartozik, akik a 60-as évek elején indultak. Az 60-as időszakban azzal robbantak be a köztudatba, hogy avantgárd művészeket hoztak létre. Ugye ez az, úgy lehet mondani, az iparterv nemzedéknek az egyik kiemelkedő képviselője volt, aki túl azon, hogy persze remekül tudott festeni, és kezdetben ilyen popártos, szürrealista popártos munkákat hozott létre. A 60-as évek végére kifejezetten a koncept művészet iránt fordult. Elhagyta az országot, Franciaországban telepedett le, ahol még egy darabig folytatta ezt a konceptuális művészetet, míg nem eljutott a végpontjára. Jó másfél évtizeden keresztül alkalmazott festészetből élt. A 80-as évek végén kezdte újra mondjuk így a művészi tevékenységet, és akkor, mivel hogy úgy ítélte meg, hogy a modernizmusnak, az avantgárdnak lényegében vége van, nem folytathatatlan, ezért azt választotta, hogy arra pontra tér vissza a festészetében, amely még a legteljesebb vértezetében mutatja az alkotást, a festészetet, mint magát. És ez a 19. század vége. Mai napig ezt a fajta mesterségbeli tudást dicsőítő, a festői problémákat megjelenítő, újrafogalmazó képeket alkot. A képeknek kicsit udvarolni kell. A dekoratív felszín alatt, mögött olyan festészeti problémákkal szembesülhetünk, mint a rövidülés, a perspektíva, vagy éppen a fény árnyék ábrázolása. Külön érdekes megfigyelni az ellenfényben lévő részletek Cézanne ecsetvonásaira emlékeztető világos árnyékait és a térszerkezetek izgalmas felbontását. Ami számomra különösen szerethető ebben a kiállításban és Konkónak az utóbbi 10 éves munkáiban, hogy nagyon ravasz módon csempészi vissza részben a popártos gondolkodásmódot, másfelől pedig a konceptualizmus elsősorban a címadásban nagyon meghökkentő címeket ad. Van egy képe, amin két fiatal, egy férfit és egy nőt látunk, már visszataszító módon nevetnek. A férfiben különösen zavaró lehet a mellpiercing, ami össze van kötve a nadrágjával, a nő ilyen ördögvillát mutat. A háttérben pedig nagyon alacsonyan berüppül egy repülőgép. Ez 2011-es kép, ami 10 éves fordulója a New York-i terrortámadásnak. A képnek a címe Weekend az Utkút, ami a Robert Merlinnek a magyar a Két nap az élet címen fordították le. Ez a II. Világháború egyik tragikus szituációját ábrázolja, a Dunkerque-i támadásnál rekett katonákat, akik nem tudnak menekülni, és nem tudják, hogy mikor sújt le rájuk a halál. Az egésznek van egy ilyen nagyon erős apokaliptikus víziója. A Konkó esetében szó sincs fotorealisztikus ábrázolásról. Megnézzük közelről a képeket, akkor látjuk, hogy egyáltalán nem akar fotószerű lenni. Ezek a képek messziről néznek ki fotónak, soha nem egy fotó alapján festi, hanem több fotót rak össze. Rengeteg színt használ, úgymond a narancssárgát használ árnyéknak, aranyszínt, arany és ezüst, bronz, kéket, zöldet, és ez mind az árnyéknek a színe, amit hát tulajdonképpen szürkének gondolunk, hogy csak egyszerűen sötétebb tónusúnak gondolunk az adott felületnél. Konkó Gyula festészete intellektuális művészet.
Könnyed témákat mutat fel elmélyülten és analizáló megfogalmazásban. A műcsarnok három nagy terme egyfajta Dolce Vita életérzéssel ajándékozza meg a látogatókat, miközben a felhőtlen, felszabadult világban nyoma sincs esztétizálásnak. És ha jól odafigyelünk, a napfény és a tenger csillámló színei mögött között meghalljuk a művész kritikáját, ha tetszik mindannak ellenpólusát, amit az életigenlés vidám napernyői fennhangon hirdetnek.